Az Ortoprofil Alföld Kft. Gyógyászati segédeszközöket és anyagokat adományozott a Kátai Gábor Alapítványnak, hogy segíteni tudja a kórház mozgásszervi rehabilitációs osztályának és a reumatológia és fizikoterápiai szakrendelésnek munkáját. Az Ortoprofil Alföldi Kft. Gyógyászati segédeszközöket és anyagokat adományozott a Kátai Gábor Alapítványnak, hogy segíteni tudja a kórház a mozgásszervi rehabilitációs osztályának és reumatológia és fizikaterápiás szakrendeléseinek munkáját. Én azt gondolom, hogy minden olyan adomány, támogatás, amely közvetlenül a városba, vagy a város bármely intézményébe érkezik, az mind-mind segítség. Nyilván annak az intézménynek, alapítványnak, iskolának, és még sorolhatnám, hogy mely részeken kapunk adományokat, de mindenképpen a karcagiaknak segítség. Hiszen a karcagiak legtöbbségében a karcagiak jönnek a kórházba, legtöbben a karcagiak fogják majd használni ezeket az eszközöket is, és nyilván ez egy óriási segítség. Segítség egyrészt a betegeknek, de segítség az itt dolgozóknak is, hiszen korszerű új eszközökkel tudják azt a munkát folytatni, amiért az eddigiekben is csak köszönettel tartozunk számukra. Nagyon fontosak ezek az adományok, és én úgy veszem észre, hogy az utóbbi időszakban egyre több adomány érkezik, egyre több helyen a városnak, különböző intézményekben, amelyért nagyon nagy köszönettel tartozunk az adományozóknak. Az összefogásban van a legnagyobb erő, ezt természetesen itt helyi szinten is látjuk, és nap mint nap tapasztaljuk, de azt gondolom, hogy a híradóból mindenki látja azt, hogy Magyarország, tehát ország szinten is az összefogás a legnagyobb erő, az, hogy odafigyelünk egymásra, segítünk egymásnak, segítjük azoknak a munkáját, akik óriási dolgokat hajtanak végbe. Most az egészségügyön van természetesen a legnagyobb hangsúly, tehát minden olyan adomány, amely az egészségügybe érkezik, segítség az ott dolgozóknak, de segítség, ahogy mondtam, a betegeknek, az ápoltaknak is. Az átadáson részt vett F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, Szepesi Tibor polgármester, dr. Fazekas Gábor Gyula, a Kátai Gábor Alapítvány kuratóriumi elnöke, Molnár Ágnes és Varjú Tamás az Ortoprofil Alföld Kft. Ügyvezető igazgatói, Nagyné László Erzsébet főigazgató és a kórház parancsnok is. Az alapítvány nevében dr. Fazekas Gábor Gyula, a kuratórium elnöke megköszönte a cég adományát, és mint elhangzott, a Kft. Nem első alkalommal támogatja gyógyászati segédeszközökkel az alapítványt, ezáltal a kórházat. Ezek az eszközök segítik az itt dolgozóknak a munkáját, valamint ugye az itt ellátott betegeknek a gyorsabb felépülését, gyógyulását segíti elő, és minden adományt szívesen fogadunk. Nem is az első adomány ennek a cégnek, hanem többszöri adományokkal minden évben támogatják az alapítványunkat. Tudatosan volt a felajánlás, főként ugye a mozgásszervi rehabilitációja ajánlottak fel ugye segédeszközöket, mint itt a háttérben is látható, járóbotokat, meg vérnyomásmérőt, ami ugye a betegek ellátásához szükséges. Az alapítvány egészében várja a különböző felajánlásokat, ezeket megtehetik az alapítvány számlaszámára utalás formájában. Mindenkinek nagyon szépen köszönjük előre is, hogyha támogatja az alapítványunkat. Nagyné László Erzsébet főigazgató a kórház vezetése nevében köszönte meg az adományt, amely az ellátásban segít majd. Nagyon köszönjük ezúton is a támogatást, és most az adomány ez nem pénz formájában valósult meg, hanem kimondottan olyan eszközök formájában, amelyet a mozgásszervi rehabilitációt igénybe vevő ellátottaink mielőbbi felépülése érdekében tudnak hasznosítani az osztály dolgozói, illetve hát maguk a betegek is. Nagyon örülünk az ilyen jellegű adományoknak, mert ezek egyrészt segítik a dolgozóink munkáját, ugyanakkor tényleg segítik arra rászorulók mielőbbi felépülését. Nem mondhatom, hogy nincs ezekből az eszközökből, de hát nyilván mint minden eszköz az elhasználódás nem tud ellenállni, és ugyanakkor egyre több az ellátást igénybe vevők, akiknek ugye szükséges ezeknek az eszközöknek a használata. Arról nem beszélve, hogy ez tényleg mondhatom azt, hogy a műtét utáni rehabilitáció első napjától az utolsó napig, mert ahogy itt körülnézünk az eszközök között, a szoba WC, a WC magasítón túl az olyan térd
gyógyulás segítő eszközök is vannak, vagy botok is, amelyekkel már egymaga is el tud majd haladni a beteg, tehát járássegítő és mozgássegítő eszközöket is kapott az intézmény.